Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jala Jászmin Grace vagyok. Dombóváron az Ybl Miklós díjas magyar építész Makovecz Imre tervei alapján készülhet el a művelődési ház előtti tér. Csernyus Lőrinc és Kampis Gábor építész beszélt a Magyaros Galériában látható koncepciótervről, melyet egy lakossági fórum követett, ahol lehetőség nyílt kérdések feltételére, ötletek felvázolására, melyet, ha érdemesnek látnak a szakemberek, meg is valósítanak majd. A Dombóvári Művelődési Ház Majoros Galériájában augusztus óta látható Makovecz Imre, Ybl Miklós díjas magyar építész, ami megtörténhetett volna című kiállítása. A meg nem valósult tervei között szerepelt az intézmény előtti térkoncepciós terve is, melyről bővebb tájékoztatást kaphattak a dombováriak. Nagyon nagy szerencse, hogy Dombóvárnak szoros kapcsolata volt Makovecz Imrével, és van is több alkotása a városban. És hát van egy tér itt a művelődési ház előtt, ami nem egészen méltó talán a Dombóvár főteréhez, amennyiben ezt nevezzük főtérnek, és nagyon reméljük, hogy ebből lesz egy Makovecz művészi alkotás előbb-utóbb, és ebben segít nekünk a Makovecz Alapítvány. A lakosságnak a javaslatait, észrevételeit a mérnök urak még amennyiben arra érdemesek be fogják építeni a tervezésbe. A magyar organikus építészet megteremtőjének, Makovecz Imrének épületei kiemelkednek a környezetből. Bármerre is járjon az ember, felismeri a jellegzetességei alapján. Többek között erről és a kiállított tér makettjéről, illetve annak megvalósulásáról is beszélt az egykori tanítvány, majd munkatárs Csernyus Lőrinc építész. Miért gondolják azt, hogy az ő építészete nem hagyományos, és a többi hagyományos? Megfordíthatnám. Ez egy nagyon szép, nagyon jó építészet, és vannak ettől eltérőek. Tehát ez olyan, hogy félig tele van a pohár, vagy félig üres. Szerintem Makovecz Imre egy olyan építészetet, most komolyra fordítva a szót, képviselés csinált, amely egyébként teljesen beleilleszkedne az európai, sőt a világ építészettörténeti ívébe, de a 20. században, az első világháború után csomó minden a fejére állt, ő nem. És ezért mindenki azt gondolja, hogy ő az egyedi, az unikum, holott ő megtartott egy olyan gondolkodás szemléletet, ami szerintem sokkal inkább kötődik ahhoz a múlthoz, nem ilyen nosztalgiás múlthoz, aminek egyre inkább meghatározó ereje lesz. A Makovecz által megálmodott tér több olyan elemet is tartalmaz, amelyek Makovecz építész barátainak alkotásai, emelte ki Csernyus Lőrinc. Ő fókuszába helyezett két kortárs barátjának és alkotótársának a szobrait, a Samu Gézának és Kígyó Sándornak. Ebből a Samu Géza szobra megvan, a fa. Kígyó Sándor sajnos nagyon korán fiatalon elment közülünk, neki csak a tervei vannak meg. Ez olyan, mint egy ellipszisnek van két fókuszpontja. Erre építette rá ezt a teret, nem ezt, hanem a tervet, és most ezt szeretnénk tulajdonképpen megépíteni. Ezt egyébként az önkormányzat kezdeményezte. Mi annyit tettünk, hogy mindezen előkészítéseket, költségvetéseket, terveket a Makovecz Imre Alapítvány a város rendelkezésére bocsájtotta, és támogatjuk, hogy ez meglegyen. De a pénz nem az alapítvány, hogy csak egy tévhitet el akarok osztatni, az egy kormánytámogatás lesz majd. Dombóvár önkormányzata mielőbb szeretné, hogy a művelődési ház előtti tér olyan állapotba kerüljön, ami méltó a városhoz, ehhez pedig bíznak a kormányzati támogatásban. Dombóváron az agrár és egyéb vállalkozókat várták arra a fórumra, ahol a fő téma az agrárkörnyezetgazdálkodás volt, mellyel 100 000 forint pluszt érhetnek el a gazdálkodók hektáronként. A következő 5 éves ciklusra október 15-e és november 15-e között nyújthatják be pályázataikat a gazdák. A kistérségi mezőgazdászoknak adott alkalmat többek között az aktuális pályázati lehetőségek megismertetésére, tudtuk meg Pap Zsolt, vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkártól. Remek lehetőséget teremtenek ezek az alkalmak a gazdákra, a találkozásra, a partneri kapcsolatok erősítésére, és nem utolsó sorban arra rengeteg információ, amit ilyenkor meg tudunk osztani egymással, az agrárpolitika aktuális pályázati felhívásairól, a támogatásokról, és az előttünk álló új időszaknak a rengeteg feladatáról és kihívásáról. A fórum témái közül az egyik legfontosabb az agrárkörnyezetgazdálkodás volt, mely egy speciális gazdálkodási forma, amit sok termelő alkalmaz a térségben, emelte ki Naszvadi Endre, a Dombóvári Gazdakör elnöke. Most kell majd a következő 5 éves ciklusra benyújtani a pályázatokat, október 15 és november 15 között. Azért gondoltuk, hogy a szeptemberi hónap végén szükséges a gazdánkat minél jobban tájékoztatni, hogy
hogy teljesen képbe legyenek, hogy mit is vállalnak. A fórumra meghívást kaptak a dombóvári vállalkozók is, akik nemrégiben alapítottak egy egyesületet, mondta el Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd. Amikor megpróbáltam új alapra helyezni a vállalkozóság a civilekkel a kapcsolatot, első hívószóra 2020-ban úgy döntöttek a dombóvári vállalkozások, hogy alapítanak egy vállalkozó egyesületet. Sajnos ez az egyesület sem tudott eddig nyilvánosan működni, hiszen a pandémiáknak nem adott lehetőséget. Én örülök, hogy ez a mai nap létrejöhetett. Nagy elvárásokkal vagyok a mai nap a kapcsolatban, és hiszem, hogyha a járványügyi helyzet engedi, ennek lesz folytatása. A Dombóvári Vállalkozók Egyesületének megalapítását Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikájáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is egy fontos dolognak tartja. Dombóvár városban működő vállalkozóknak teremtsen egy újabb lehetőséget, akár pályázati lehetőséget, akár pedig információs lehetőséget. Tudjuk azt, hogy az itteni vállalkozók nagyon sokat segítettek már előzőleg is azért, hogy a gazdasági élet pozitív irányban alakuljon Dombóváron, illetve a térségben. Mint ahogy itt is látjuk, nem csak dombováriak vannak egy-egy ilyen fórumon, hanem a térség településein élő és dolgozó vállalkozók, elsősorban mezőgazdasági vállalkozók jöttek el erre a fórumra. Általánosságban elmondható az, hogy a járványhelyzet ellenére is az elmúlt másfél-két évben folyamatosan fejlődött a mi térségünknek a gazdasága. Az a gazdasági hanyatlás, visszaesés, ami a járvány miatt bekövetkezett a tavalyi évben, az nálunk kevésbé volt érzékelhető, mint mondjuk a nagyvárosokban, vagy akár Budapesten. A Dombóvári Agrárfórumon a gazdák és a vállalkozók tájékozódhattak az aktuális pályázati forrásokról, amelyek kibővített formájuknak köszönhetően nem csak az agráriumra korlátozódnak. Játszóteret avattak Lápafőn. A 140 lakosú kis település 3 évvel ezelőtt nyert pályázati forrást a beruházásra, a kivitelezés az időközben fellépő akadályok miatt mostanra valósult meg. A faluban 38 gyermek lakik, a most 6 kültéri elemből és aszfaltos pályából álló elkerített játszótér megépítésében az önkormányzat is jelentős saját erőt vállalt. Száll a hinta, száll a hinta, száll fenn az égen jár. Aki egyszer is próbálja, mindig erre vár. Repülj hinta, repülj, csillagokba merülj, kisembernek mutasd meg a kékeket, ha belül. Nagy volt az öröm a dombovári kistérség 140 lakosú településén Lápafőn. A faluban élő 38 gyermek boldogan vette birtokba a most elkészült játszóteret és a hozzátartozó palánkkal ellátott aszfaltos pályát. A beruházásra még 3 évvel ezelőtt nyert pályázati forrást az önkormányzat, de később kiderült, hogy nem kevés saját forrást is hozzá kell tenniük a kivitelezéshez. Ennek a mai játszótér átadónak a előzménye akkor indult, amikor 3 évvel ezelőtt a LEADER programban a Lápafő község 4 millió forintot nyert játszótér készítésére. Emellé hozzá kellett tennünk az alapok szerint 1 millió önerőt. Na most a 3 évben egy kis csúszás mutatkozott részben, hogy később jutottunk hozzá a programhoz, részben azzal, hogy bejött a múlt évben és az idei tavasszal a Covid, és ez alatt olyan szerencsétlen helyzetbe kerültünk, hogy mindenki előtt köztudott az építő anyagok árának az emelkedése, hogy a mostani elszámolásunk szerint 8 millió forintunkban van ez a kis terület. Nagy nehezen tudta kis településünk kigazdálkodni ezt az összeget, de megtörtént. Az egésznek az elkölcsítőben, ami a lényeg a helyi hozzáadott erő, az eleinte még úgy, ahogy segítkeztek a falusiak, de később ellaposodott. Lehet, hogy részben azért, mert nagyon elnyúlt az idő, de a munka javát azt a közmunkásokkal végeztük el, ott is főleg nőknek a bevonásával, mivel közmunkásunk férfiból csak egy van. A játszótéren 6 kültéri elemet helyeztek el, a játszóeszközöket a jövőben bővíteni szeretné az önkormányzat, továbbá parkosítást is terveznek. A jövőben ezt természetesen az anyagi erőnktől függően szeretnénk bővíteni. Egy-egy játékelemet már könnyebb megvásárolnunk önerőből is és elhelyezni, és akkor így egy, hát nem szerintelenül mondom, hogy a környéken talán ez az egyik, ahol
mondhatjuk, hogy játszótér van. A kisfalvakban inkább csak játszótéri elemek vannak valahol parkban lerakva, de ez egy bekerített terület. Úgy érezzük, hogy ez így biztonságos a gyerekeknek is. Hát a 140 lakosú Lápafőbe durván 38 gyermek van. Hát úgy érezzük, hogy ő is megérdemlik azt, hogy legyen egy olyan helyük, ahol tudnak játszadozni. Az átadó ünnepséget követően lángosevő verseny és különböző ügyességi játékok várták a gyerekeket, később pedig egy bábelőadást is megtekinthettek. Maradj egészséges, közlekedj fenntarthatóan szlogennel zajlott idén az autómentes nap. Dombóvárváros önkormányzata a Dombóvári Sportszövetséggel karöltve rendezte meg sportnapját. 18 egyesület vállalta, hogy feladatokkal, programokkal járul hozzá a gyerekek megmozgatásához, lehetőséget biztosítva ezzel a sportágak közti választásra. Elkészülni! Dombóváron széles sportág palettáról válogathatnak, nem csak a diákok, minden sportolni vágyó, tudtuk meg Szabó Csaba szervezőtől. A Dombóvári Sportszövetség kezdeményezésére és a város vezetőségének, polgármester úrnak a nagy-nagy-nagy óriási támogatása mellett lehetőségünk volt arra, hogy a mai napon ezt a sportágválasztót is meg tudjuk tartani. Ennek különösen úgy van értelme, hogy a közelmúltban kezdődtek el az iskolai időszakok, és hát az iskolai kezdet után pár héttel még van értelme az iskoláknak, az ottani diákoknak, esetleg az óvisoknak megmutatni, hogy mi is a kínálat, mi is a lehetőség itt Dombóvár városban. Ugye fontos, hogy minél többen mozogjunk, mindenki tudja, hogy ez az egészséges életmódnak egy feltétele a mozgás, és hát ha valaki mozog, akkor az immunrendszere megerősödik, és a betegségekkel szemben nagyobb ellenállást tud majd kifejteni. Dombóvári Sportszövetséghez 27 sportegyesület tartozik. Lehet, hogy még rajtuk kívül egy-kettő, de ők nem számottevőek. Aki valamilyen szinten jegyzi magát, tehát komolyabban végzi a tevékenységét, az tagja a sportszövetségünknek. Itt a 27 egyesületből majdnem mindenki képviseltette magát. A dombóvári fiatalok előtt számos olyan példa van, akik kitűnő sporttevékenységükkel öregbítették a város hírnevét. Mindenki, amikor megszületik, valamiben tehetséges lesz. Csak az a kérdés, hogy mikor fogja megtalálni ez az illető, hogy mi a titok nyitja, tehát hogy mikor jön rá arra, hogy most valójában mi az, amiben a maximumot tudja nyújtani, és hát lehet, hogy eddig csinált valamit, most a sportág választom látja, hogy esetleg van más testhez álló sportág, az kipróbál, és lehet, hogy abban még sikeresebb lenne, és hát ez lenne a cél, hogy ezeket a mindenki számára legtesthez álló, legsikeresebb sportágokat meg tudjuk találni. Ugye a Dombóvár az mindig híres volt az utánpótlás sportjáról, és hát még világhírű hírességek is születtek és éltek itt Dombóváron, csak a teljesség igénye nélkül, ugye Buzánszky Enő bácsi, a néhai aranylabdás, ő is valamikor Dombóváron élt, ide járt iskolákba, később olimpiai bajnok lett, világbajnoki ezüstérmes, de a Rózsa Norbert a 90-es években szintén Dombóváron élt és tanult, és hát később elkerült innét, és utána olimpiai és világbajnok tudott lenni, de a legnagyobb örömünk az itt a közelmúltban, a napokban ért bennünket, amikor egyszerre kettő dombóvári fiatal is, aki itt született, itt élt, nevelkedett, igaz, hogy a sport teljesítményeinek a csúcsán már nem itt volt, hanem valaki Amerikában, valaki Budapesten, de a lényeg, hogy dombóváriként azért dombóvári szívvel ott tudott lenni a tókiói olimpián. Hát mondjuk is akkor ki, az úszó, a Halmai Petra és a Tóth Lili Anna a 3000 méteres gátfutóról van szó. Tehát ha ők el tudtak oda jutni, akkor ez egy élő példa az itteni gyerekek számára, vagy azoknak a fiataloknak a számára, akik most választanak sportágat. A Dombóváron található 7 iskolából 6 állított ki csapatot arra a sorversenyre, ahol különböző feladatokban mérették össze gyorsaságukat az iskolák. Az első feladat egy csapatkiáltás volt, melyet pontozott a zsűri is. A József Attila Általános Iskola csapata frappánsan az autómentes naphoz igazította a kis versikét, amit fabrikáltak. Ez itt a József Attila csapata, autómentesen jöttünk és megyünk haza. Rolleres, bringás ez a banda, nyerni jöttünk, hajrá József Attila!
A mozgás nem csak a testnek, de a szellemnek is jót tesz. Különösen igaz ez gyerekkorban, ezért igen jó a szakemberek szerint, hogy bevezették a mindennapos testnevelést az iskolákban. A pedagógusok feladata pedig az évek alatt sem változott ezen a téren, emlékezett vissza Miszlai József. Egy testnevelő tanárnak az volt a feladata, hogy általános iskola felső tagozatába és alsó tagozatába, meg középiskolába ezeket az alapokat úgy elsajátítja, hogy a tanuló késztetést érezzen arra, hogy a testmozgását kamatoztassa, és ha olyan indítatása van, hogy esetleg versenysportoló szeretne lenni, akkor lehetősége volt a választásra. Dombaváron akkor szűkebb volt a paletta, mert kosárlabdára lehetett menni, labdarúgásra és úszásra. Nem hiába, atlétikára. Nem hiába ebből a négy sportából azért Dombavár sokat profitált. A rossz idő ellenére közel 800 diák látogatott ki a rendezvényre, és töltötték idejüket aktívan. A sorversenyen a Szent Orsolya Rendi Bencés iskola központ ért el a legtöbb pontot, második a József Attila általános iskola, és harmadik az Illyés Gyula gimnázium lett. Hatodik alkalommal rendezett horgász expót a Tüskei tó területén a Dombóvári Városi Horgász Egyesület, a már hagyománynak számító horgász és főzőverseny mellett a szervezők helyi előadók koncertjeivel várták a résztvevőket. Két fős csapatokban lógatták botjaikat a Tüskei tó vizébe a pecások a Horgász Expo szokásos megmérettetésén. A Dombóvári Városi Horgász Egyesület hatodik alkalommal szervezte meg a rendezvényt. A versenyen a legtöbb és a legnagyobb halat kifogó csapatokat díjazták. Ez a hatodik Horgász Expo-nk, ezt igazából, mint ahogy a nevében is gondolom, a hatodik alkalommal rendeztük meg. Ez egy hagyományos rendezvény, horgász versennyel, főzőversennyel, ilyen horgász eszközöknek a cseréjével, úgynevezett ilyen bőrzéjével rendezzük meg, és ez a tagság körében hát nagy kedvnek örvend, nagy kedv, tehát mindenki úgy tekinti, hogy szívesen jön erre a rendezvényre. A főzőversenyünk az egyébként ingyenes, viszont a horgászverseny ott van egy bizonyos 3000 forintos nevezési díj. Gyakorlatilag a halak mennyiségét, illetve a legnagyobb halat díjazzuk. Aki a legtöbb halat fogta, értelemszerűen az első, illetve külön díjat kap, aki a legnagyobb halat fogta. Kettő kategória van egy feeder kategóriánk és egy úszós kategóriánk. Ez ugye különböző módszereket jelent, mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Horgászok már nagyon tapasztaltak ebben. A bográcsokban hal és vadételek rotyogtak, mindenki beleadta szívét, lelkét, hogy elnyerje a zsűri elismerését. Jelen pillanatban vadpörköltet főzünk ezen belül is vaddisznót. Amit itt látunk, az egy olyan pörkölt, hogy délután még tervezünk egy baráti összejövetel, tehát hogy nem csak és kizárólag a zsűri részére főzünk, hanem valamennyi résztvevőnek, aki délután még velünk tart ezen a mai napon. Halászlét csinálok, ponyból, harcsából és alaplékként kárász, keszeg, dévér. Sokat gyára készíted el ezt saját recept alapján? Elég sokszor, igen. Tehát van amikor éppensége családnak, van amikor éppensége úgymond csak egyszerűen otthon. A horgászat népszerűsége töretlen, bizonyítja ezt az egyesület taglétszáma is. A Tüskei tó és környezete pedig szintén nagy vonzerővel bír. Egyrészt ugye a környezetet, hogyha megnézzük, akkor egy csodálatos környezetben található a tavunk, amit hát nagyon sok munkával tartunk karban és fejlesztünk, rengeteg halat telepítünk, elmondhatom, hogy itt a környéken mi vagyunk az a tó, aki a legtöbb halat telepíti, illetve ennek folytán a legtöbb fogásra nálunk lehet számítani. Nagyon kedvelt, több mint 800 fő a taglétszámunk egyébként, és sok-sok szép halat tudnak fogni a horgászaink. A szervezésben Dombóvár önkormányzata szintén szerepet vállalt. Az egyesületet a mai napon hát a rendezvény szervezésében segítettük. Egyrészt a kistérségnek a rendezvénysátrát bocsátottuk rendelkezésre, illetve a fellépőknek a tiszteletdíját, illetve az ide rendezését gyakorlatilag az egésznek a megszervezésében nyújtottunk segítséget, nem elvéve tőlük a szerepet, hanem csak segítséget nyújtva. Tehát az itteni egyesület, amit szeretett volna, a párbeszéd kapcsán mi hozzátettük, amit mi tudtunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!